A sivatagi Róka családot fogadták örökbe jelképesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal munkatársai. A Nyíregyházi Állatparkban 2017 óta szerveznek családi napot a közszolgáknak. Megyénkben több mint 2300-an dolgoznak a helyi kormányhivatalokban. Nem csak őket, családtagjaikat is meghívták pénteken. A megnyitón elhangzott, megyénk élen jár a kormányhivataloknak szánt közösségi programok szervezésében. Családi nap az pedig kifejezetten alkalmas arra, hogy ne csak egymással találkozzanak, hanem gyerekeket, unokákat is elhozzák magukkal ezbe a gyönyörű környezetbe, amit Nyíregyházán fogadj őket. Azt gondolom, hogy ez segíti a közösségépítést, és segít mindenkit abban, hogy a hivatal munkatársaként, megbecsült kollégaként érezze magát. Én bízom benne, hogy ezek az események, amelyeket viszonylagos nagy rendszerességgel szervezünk évközben többször is, ezek azokat az embereket, akik itt vannak velünk, akikkel együtt dolgozunk, megerősítik a munkahelyükön, de megerősítik őket abban, hogy tényleg számítunk rájuk, és tényleg fontos a számunkra, hogy együtt dolgozhatunk. A családi napon Domokos Péter miniszteri biztos azt hangsúlyozta, a kormányablakok a pandémia alatt is folytatták az ügyfélfogadást a járványügyi előírások betartásával. Hozzátette, a kormányhivatali dolgozók járványhelyzetben tanúsított helytállása és a hivatali rendszer hatékonysága világviszonylatban is egyedülállónak számít. Ez a rendszer, amit a 2011 óta felállt, ez egy olyan rendszer, hogy egy központi, kormányzati vagy operatív törzsi döntés után, hogyha ez megtörténik, akkor egy másodperc alatt itt egy egykapus rendszer van. A államtitkár úr szól a kormányigazgatónak, aki mozgásba tudja hozni a kormányhivatalnak azt a szervezeti egységét, legyen az egy népegészségügy, vagy bármifajta logisztika, vagy bármifajta adatszolgáltatás, vagy egyéb, aminek a kapcsán, hogyha ez még a korábbi szétaprózódott rendszer lett volna különböző szakigazgatási szervekkel, akkor ez a fajta gyors kommunikáció, a gyorsfajta ingerület lehaladás, ez nem tudott volna így működni. Úgyhogy ezért egész magas kormányzati szinten is csak elismeréssel beszélnek mindenki a kormányhivatali kollégákról, és magam is csak ezt tudom tenni. Hazánkban összesen 306 kormányablak működik, 3500 munkatárssal. A szolgáltatások köre folyamatosan bővül. Az ügyfelek jelenleg több mint 2500 ügykörrel kapcsolatosan tudnak a kormányablakokhoz fordulni.